Több mint 500 civil szervezet várta színes programokkal az érdeklődőket szombaton a civil napon a Zichy Ligetben. A 16. alkalommal megrendezett eseményen az élet különféle területein működő egyesületek, alapítványok mutatták be tevékenységüket, emellett pedig színpadi programokkal is készültek a szervezők minden korosztály számára. Teljesen átfogjuk egyébként azt a szortimentet, amit a civil szervezetek általában lefednek. Az egészségügytől, a kisgyermekek neveléséig és a tanácsadáson keresztül, a szociális, illetve sportszervezeteken keresztül mindenki részt vesz a civil napon. 52 szervezet regisztrált idén. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szép nagy szám, amit elmondhatjuk, hogy unikális egyébként országosan is, hogy ilyen jó a kapcsolat a civil szervezetek és az önkormányzat között. Az Art Kulturális Egyesület szervezésében a fehérvári civil napon a Zichy Liget zenepavilonjában minden egyesület és szervezet bemutatkozott. Így többek között az érdeklődők találkozhattak például az állatotthonok lakóival, a harcművészetek képviselőivel, a családsegítő szervezetekkel és a testi-lelki egészséget őrző csoportokkal. A civil nap célja, amellett, hogy megmutassa a fehérváriaknak, hogy milyen szervezetek működnek városunkban, az is, hogy a jelenlévő csoportok kapcsolatokat építhessenek ki egymással. Ezért több mint 50 szervezet ez önmagában is mutatja a civil közösség erejét, de egy közös feladatunk is van, mégpedig, hogy a stafétát átadva mindig találjunk olyanokat, akik átveszik ezeket a civil közösségeket, vezetik, irányítják, akár újakat hoznak létre, és a Covid az nem segített a közösségeknek sajnos. A civil közösségeket is mondjuk el, hogy megtépázta, és meg kell próbálni valahogy újra életet vinni ezekbe. Akik most itt vannak, azok élnek, működnek, és segítik ennek a városnak a fejlődését. A civil nap ünnepélyes köszöntőjét követően a hagyományoknak megfelelően elkészült a civil tabló, majd pedig az egész napos programokat a Fehérvári Szív Egyesület bemelegítő tornájával indították el.